Sokan voltak kíváncsiak az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karának képzési kínálatára. A nyílt napon személyesen és online formában is részt vehettek az érdeklődők. A felsőoktatási intézmény minden szakát bemutatta a hétfői programon. Nagyon gyakorlat központú az oktatás, és az országban kiemelkedő itt a duális képzésnek a jelentősége, hiszen az egyik legnagyobb duális képzőhely vagyunk Magyarországon. Nagyon-nagyon sok partnervállalattal, több mint 40 partnervállalattal vagyunk kapcsolatban, szerződésben, és a diákjaink jelentős része duális képzésben tanul. A nyílt napon a város alpolgármestere köszöntötte a leendő hallgatókat, aki beszédében kiemelte, azért indították el néhány éve a főiskolai és egyetemi képzések helyi reformját, hogy abból a hallgatók, az intézmények, az ipar és ezáltal az egész város közössége profitálhasson. A cégekkel közös igény merült fel néhány évvel ezelőtt, hogy nagyon fontos lenne a város jövője szempontjából, hogyha meg tudnánk erősíteni a városi felsőoktatási képzéseknek a minőségét, mennyiségét. Én azt gondolom, ebben nagyon jó úton haladunk, és ebben kiváló partner az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki kara, amely folyamatosan fejlődik, most már csak nem 1000 nappali hallgatója van az Albarégia műszaki karnak. Az ország legnagyobb duális képzési helye a mérnök informatikus képzését felsőoktatási szakképzési formában és alapképzésben is elindítja. Emellett földmérő, földrendező, műszaki menedzser, gépészmérnök, villamosmérnök szakra lehet jelentkezni. Az Óbudai Egyetem Fehérvári Intézménye a következő tanévben is elindítja mesterszakát, a mehatronikai mérnökképzést.